Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Döntéseket kell hoznia, de ő még bizonytalan. Nem lát semmit, hiszen a szeme be van kötve. Nem tudja, hogyan tovább. Ez kivált nála bizonytalanságokat. Sőt, mondanám azt is, hogy vannak nála félelmek, hiszen úgy gondolja, most minden összeomlik. Ez lehet a munkahelye, ezek lehetnek családi kapcsolatok is. Hogyan érzi magát, az itt látható bal oldalon. Itt vannak kihívások, viták vagy veszekedések. Az is lehet, hogy van nála konkurencia. És itt megjelenik a tolvaj. Lehet, hogy emiatt van ez a vita, mert valaki ellopott tőle valamit. De a tolvaj néha tud segíteni. Például, hogy a tolvaj el tudja távolítani ezt az eseményt. Ő a kezébe veszi szimbolikusan ezt a kartot, ami jelenti a döntéseket, vagy azt, hogy ezzel lezárja ezeket a kapcsolatokat. Amit még ez a kép jelent, ez a levegő eleme, hogy kilép ebből a helyzetből, hogy fel tud lélegezni, érzi a szabadság érzetét. Amit a kép még jelent, hogy keresi veled a kapcsolatot, mert beszélni szeretne veled. És mit fog tenni, az itt látható. Szeret téged, és megbízik abban, hogy te is szereted őt. Hiszen itt látható ez a szerelmes pár. Mozgásba jön, és tényleg döntéseket fog hozni, és itt látható a közeledés. Közeledik hozzád, és mint egy győztes elvárja azt, hogy megkapja tőled az elismerést. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a kezébe veszi a kulcsot. Akkor is, hogyha a döntéseknél még bizonytalan, de azért megvan nála a magabiztos fellépés, és valamit lezár, egy időben kinyílik ezzel a kulccsal egy új kapu, ezek a lehetőségek. Itt összeomlik nála minden, és itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, vagy lehet egy nő is. És az arra utal, hogy van még egy párkapcsolata, vagy a volt ex-nője jelentkezett, és emiatt vannak itt a kihívások, ez lehet egy bírósági ügy is. Persze ez a nő lehet valaki a családból is. Itt is látható a ravasság, egy hamis nő, de ő ezzel a kulccsal lezárja ezt a kapcsolatot, fontos döntést fog hozni. Sőt, a tolvaj eltávolítja a nőt, de az is lehet, hogy a nő lopott el tőle valamit. És itt látható a fa, ami fontos számára, a biztonság érzete, azon kívül a gyógyító erő, mert rendezni akarja maga körül a dolgokat. Itt az egerek eltávolítanak valamit, ugyanúgy, mint a tolvaj. És az jelentheti azt, hogy ezért vannak most még kihívások, mert valaki ellopott tőle valamit.
vagy az ötleteit, vagy a lehetőségeit, vagy pénzt, vagy rabolja valaki az idejét, az energiáját. Persze az egerek ugyanúgy, mint a tolvaj tudnak segíteni, hiszen eltávolítják a hamis szemét, eltávolítják itt a nehézségeket. Itt látható ez a medve, ami jelenti az ő erejét, és ezzel az erővel ő most be tudja bizonyítani magát, sőt, itt látható a győzelem. Győzni fog. Itt van a mozgás, és ez a ház jelentheti a te otthonodat, hogy meglátogat téged. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy előre mennek az események, döntéseket fog hozni, előtte persze lezár valamit, de veled együtt szeretne itt kiépíteni valamit, vagy egy közös otthont, vagy egy magán céget, vagy egy stabil párkapcsolatot. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy a fiatalos kisugárzást, de jelenti az ártatlanságot, meg egy új irányt, egy új kezdetet is, és az kihat a ti szerelmi életetekre. És mi van körülötte, az ő jelenlegi helyzete? Itt lesz nála egy új irány, figyelgeti a dolgokat. Az is lehet, hogy odafigyel rád. És a te jelenlegi helyzeted? Kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, lesz egy találkozás, tisztázódnak bizonyos dolgok, sikered van, hiszen megvan ez a szép kisugárzásod. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.